Rászó haltam bele, most is belehalok. Köszöntöm a nézőket, Kadarkai Endre vagyok. Ez itt az Arckép hetente jelentkező portréműsorunk. Mostani vendégem volt a román tornász válogatott tagja, énekelt skandináv luxushajón, játszott és játszik prózai szerepeket, de azt gondolom, hogy a legtöbben a zenei színpadokról ismerjük őt. Hosszú évekbe tellett, még a szakmán túl a nagy közönség is megismerte a valódi tehetségét Keresztes Ildikónak. Ő következik. Visszatérő eleme a veled folytatott beszélgetéseknek, hogy te kisítő vagy. Ezt rendszeresen emlegeted magadról. Most, mikor bejöttél, nem olyan ember benyomását kelted, mint aki kisítő, vagy aki nem bízik magában. Hát ez az én álcám. Az álca? Hát én csak abból tudok kiindulni, amikor életemben először elkerültem egy pszichológushoz, akkor tulajdonképpen ő mondta azt egy fél óra beszélgetés után, hogy ez a nagy keménység, meg határozottság, ez általában a szakemberek ezen átlátnak. Tehát pontosan tudják, hogy honnan jön ez az egész. De ez persze nyilván így sem igaz. Hát nyilván maximalista vagyok, meg törekszem arra, hogy mindig a legjobbat hozzam ki magamból, ami nyilván nem mindig sikerül. Mindig kételkedem a saját tehetségemben, mindig kételkedem egy csomó mindenben. De ezt mit táplálja? Hát nem tudom, hát szakmailag nyilván az, hogy amikor én olyan embereket látok, akikért én rajongok, vagy ilyen nagyra tartok, világsztárokat, akkor mindig azt érzem, hogy úristen, hát hol vagyunk mi? Tehát fényévekre vannak tőlünk mindenféle szempontból. És akkor nyilván ilyenkor azt érzem, hogy hát ugye nem tudok ennyit. De aztán nyilván az ember, amikor szembesül a nagy magyar valósággal, és hát lát olyan sikeres embereket, akik már úgymond sikereseket, akiket nem igazán érti, hogy miért, és akkor úgy egy picit megnyugszik. Na jó, hát azért ehhez képest azért jó vagyok, nem? Meg hát nyilván a kollégáim, meg a foglalkoztatottságom, az mindenképpen azt bizonyítja, hogy azért csak jól csinálom azt, amit csinálok. Másrésztről meg nagyon határozott vagyok, meg keménynek mondható, de közben meg... Megállapítottuk, hogy ez valahol álca. Nem. Igen, de hát közben még azt hiszem néha, hogy annyira érzékeny vagyok, hogy életképtelen vagyok a mai világra. És hogy érted, hogy életképtelen? Hát túlságosan beengedek mindent a lelkembe, és ezért nagyon komolyan küzdöttem egészségileg is. Aztán persze megtanultam így, ahogy az ember idősödik és bölcsül, megtanultam struc politikát folytatni, tehát hogy magamat óvjam, bizonyos dolgokról nem akarok egyáltalán tudomást venni. És próbálom elhatárolni magamat egy csomó mindentől. Hát például nem ülök le, és nem nézem a híradót, meg nem nagyon nézek tévét, és nem engedem be azokat a manipulált negatív dolgokat, amiket ugye mi magyarok szeretünk hallgatni folyamatosan, hogy csak a rossz híreket, csak a meghalt, a megnyugasztották, a sikertelen, a lecsúszott, a szegény, a nem tudom micsoda. Miközben nyilván napirenden szeretek én is lenni a dolgokkal, de hát... Korábban mindent a szívedre vettél? Igen, hívjuk így. Igen, igen. Tehát megláttam egy kóbor kutyát, és akkor az egész napom el volt rontva, és akkor azon gondolkodtam, egész nap bőgtem, hogy úristen, akkor mostan milyen egy szemét vagyok, hogy nem tudok minden kóbor állaton segíteni, vagy minden nehéz helyzetbe került emberen, stb. Stb. De aztán mondom, megtanultam magamat megóvni, mert amikor már ráment az egészségemre, akkor megtanultam, hogy muszáj, hogy az embernek annyira önzőnek, tehát muszáj annyira önzőnek lenni, hogy legalább ezektől magát megóvja, és ne engedje. Tudatosan eznek ellen tud állni egy hiperérzékeny ember? Kénytelen voltam edzeni rá. Kénytelen voltam, mert ugye ezelőtt 15 évvel elkapott egy depresszió, amivel elég sokat szenvedtem, és igazán nem tudtam, hogy miért, mert mindenki azt látta, hogy sikeres vagyok, hogy jó párkapcsolatban élek, hogy minden olyan egészséges vagyok, minden olyan kerek körülöttem, tehát akkor miért van ez? Te tudod ma már ennyi időtávlatából, hogy mi volt annak az eredője?
Hát igazán azt is mondják, hogy ha valaki nagyon komolyan sportol, és utána hirtelen abba hagyja, és soha többet nem csinál semmit, hogy ugye a szervezeted megszok egy bizonyos terhelést, és hogyha hirtelen abba hagyod, és hosszú évekig nem csinálsz semmit, akkor a kémiai anyagok másképp áramlanak a szervezetedben. Ez az egyik. A másik pedig nyilván lehet öröklött is. A családban volt ilyen. Igen, nagynénémnél vettünk ilyet észre, még a 70-es években, de nem vettük komolyan. Nyilván akkor kifoglalkozott azzal, hogy depresszió. Hát mindenki azt mondta, hogy persze, ne hisztízzél, mi bajod van. Meg hát aztán nyilván a sokat voltam bent, tehát hogy nem jártam ki szabad levegőre, mert egyik próbateremből a másik színházterembe mentem, alig ért napfény, amúgy is szükségem van a napfényre, és hát nem éppen egy mediterrán vidéken élek, ahol mindig süt a nap. Hogy jelentkezett mindez nálad? Klasszikus, ahogy elképzeli az ember, otthon akar lenni, nem akar felkelni, nem kíváncsi az emberekre. Ez már egy hosszabb folyamat volt akkor. Nyilván nem olyan, mint az influenza. Tehát, hogyha már két-háromszor voltál influenzás, akkor már tudod, hogy kezdődik, hogy reggel kapar a torkod. Mivel nem voltam, ezért nem tudtam. Igen, nem volt kedvem sehova sem menni, elkezdtem nem érezni ízeket, nem látni színeket, nem örülni semminek, olyannak se, aminek korábban örültem. Ez mennyi ideig tartott? Hát azért akkor már ez egy folyamatnak a vége fele volt, amikor már azt gondoltuk, hogy na, akkor most muszáj elmenni szakemberhez. És aztán mégis gyógyszerek által ebből kiszedtek, és nyilván én is hozzájárultam. Tehát pontosan ezzel, hogy beengedtem egy csomó mindent, és elkezdtem egyre negatívabb lenni, és negatív módon gondolkodni. Tehát, hogy ugye nem azt néztem folyamatosan, hogy mennyire tele van a pohár, hanem mindig azt kutattam, hogy mennyi hiányzik belőle. De hála Istennek ezen túl vagyok, úgyhogy ne szóljon az egész beszélgetésünk már arról, hogy egyszer voltam depressziós. Persze, még egyet azért kérdeznék, hogy melyik volt ennek a gödörnek a legmélyebb pontja? Emlékszel olyanra, amikor konkrétan érezted azt, hogy na, ennél tovább nem szabadna menni, most már nagyon-nagyon oda vagyok? Hát nyilván, hogyha ezt elkapom korábban, akkor talán én is ki tudom magamat szedni, de akkor én már tényleg szakemberre szorultam. És emlékszem például olyan szituációra, hogy mentem az utcán, és azt éreztem, hogy én egy ilyen búrába vagyok, és hogy a többieknek de jó, mert élnek, és én közben már meghaltam. De mondjuk nyilván nem jutottam el odáig, hogy öngyilkos leszek, de gondolatok... azért el tudom képzelni, hogy el lehet odájugni, abszolút. Rossz gondolatok is megfordulnak ilyenkor az ember fejébe? Persze, hát ilyen nem érzed értelmét annak, hogy létezel. Aha. És aztán ezt levetítve mindenre. Nem onnan fújhat a szél, olvasva veled készült könyvet, számtalan interjút, hogy azért neked a siker és az a fajta megérkezés élmény, amire szerintem te már jóval korábban érdemes szerint meg kellett volna, hogy kapj, csak a 2000-es évek mondjuk úgy második felében adatott meg. Tehát amikor a szakma tudja valakiről, hogy nagyon jó, ő maga is tisztában van azzal, hogy egy kivételes képességű énekes, a szó hagyományos értelmébe vett nagy közönség mégsem tudja ezt olyan töménységgel, mint ahogy például meg kellene, hogy tudja. Nem innen fújhatott a szél? Hogy egyfajta szomorúság is lehetett mindebben? De, biztos, hogy volt, és valóban így történt. Tehát, hogy én nem kaptam a sikert egyik napról a másikra, hanem nagyon-nagyon meg kellett érte dolgoznom, ráadásul ugye eljöttünk Erdélyből, tehát előrökeztük az életünket az édesanyámmal. De nyilván volt bennem, amit én nyilván nem mondtam ki. Például nagyon sokat beszélgettem ilyesmiről Cserháti Zsuzsával, mert nagyon jóba voltunk. De ezeket a dolgokat az ember nem mondja ki. Csak olyan embernek mondja ki, aki hasonlóan érez, vagy tudja, hogy és mivel nekem tehát az én szememben ő egy top volt, vagy hogy is mondjam, egy példakép tulajdonképpen mindenféle szempontból, ezért nyilván vele tudtam erről beszélni. De mit érez ilyenkor az ember? Dühöt? Csalódottságot? Haragot, irítséget, hogy a büdös életben miért nem én? Hát jobban éneklem, mint ő. Hát nyilván nem érti. Nyilván nem érti, mert ugye azok az emberek, akikkel együtt dolgozol, és akiket kislányként lemezről ismertél, és akkor a sztároknak tűntek, mint mondjuk a Tina Turner, meg a Michael Jackson, ezek a te barátaid, arról, abban az időben már, amiről beszélünk, és elismernek, és szeretnek, és ők keresnek, és munkát ajánlanak, és nem tudom micsoda, és akkor mégis közben azt látod, hogy igazán nem vagy annyira sikeres, igaz, hogy nem is volt tendenciám úgymond kiszolgálni a közönséget, és olyan dalocskákat gyártani, hogy azok mindenáron slágeresek legyenek, hanem nekem mindig a szakmai színvonal volt a fontos.
és az nem mindig egyezik a nagy tömegeknek a, hogy is mondjam, az ízlésvilágával. Kompromisszumot ezért soha nem kötöttél volna? Hát nagyon kicsikéket tudok kötni most is. De nyilván most már kötök kompromisszumokat, de csak addig, amíg a káposzta is megmarad, és a kecske is jól lakik. Mert hát azért nyilván örök lázadónak nem lehet lenni. Persze most is az vagyok valamilyen szinten. De persze egy csomó mindent meg kellett tanulnom. Meg kellett tanulnom, hogy végülis nem a szakmának dolgozol, hanem a közönségnek. És hogy másképp kell ezt a nem megfogható kapcsolatot köztem meg a közönség között kezelni. Tehát addig nem érdekelt a közönség. Tehát csak az érdekelt, hogy én jó dolgokat énekeljek, hogy elismerjenek azok az emberek, akikre én felnézek szakmailag, és mint a közönség nem is létezne. És aztán mondom, rá kellett jönnöm, hogy de hát végülis a közönségnek énekelek. Ez alatt a 20-valahány év alatt, tehát a hosszú út alatt egyszer sem ingott meg annyira saját magadba vetett hited, hogy azt mondtad volna, hogy Ildikó, hagyom az egészet a francba, valamiért azt akarja a Jóisten, vagy az ég, vagy nem tudom kicsoda, hogy nekem ez úgy ne sikerüljön, mint ahogy én szeretném. De. Volt ilyen, de hál' Istennek kevésszer. Mert utána, hogy visszapofoztam magamat az életbe, hogy ilyenkor mindig az jut eszembe az egyik mentoromnak, hogy úgy mondjam, mentoromnak a mondata Mikó Istvánnak igazán, mert tőle, vagy neki köszönhetem azt, hogy felfedeztek most már több mint 20 éve színésznőként is, és játszom folyamatosan. Ő mondta, hogy ne rinyáljál már keresztes, azt mondja, ha neked ezt a szakmát kell csinálni, és a Jóisten úgy döntött, akkor hiába fognak százszor bebújtatni egy zsákba, vagy letakarni, úgyis ki fogsz türemkedni. És hogy igen, türelmetlen voltam. Tehát valahogy meg kellett várnom azt az időt, hogy eljöjjön számomra a siker. És bár nagyon nehéz volt, és nagyon lassan jött, de egyáltalán nem bánom, mert sokkal biztosabbnak érzel, mint... Igen? Hogy ilyen kacskaringók voltak benne? Igen. Igen. És én azt gondolom, hogy az élethez hozzátartoznak a lentek is, nem csak a fentek. Most már persze így könnyű, ennyire bölcsként, hogy így mondjam. Persze még itt se vagyok az utam végén, de... Nem is cserélnéd el? Tehát ha most visszapörgethetnéd, és azt mondanák, hogy ezt az utat meg lehet rövidíteni 10-15 évvel, nem írnád alá? De hát azért most már aláírnám, mert tudom, hogy az élet nem olyan hosszú, de hát azért miért ne? De nem tudom, de jól van ez így szerintem. Utólag látja így az ember, amikor közben van, akkor belehalt. Ne, hol százszor haltam bele. Most is belehalok. És ide megint csak egy dalszövegem érkezik Horváth Attila által egészen, mert félig semmit nem tudok. Tehát ha bele kell halni, akkor halljunk bele. Ha meg föl kell szállni, és élni kell, mint egy nem is tudom, akkor meg éljünk. Tehát akkor sem marad kőkövön sem. Azért, hogy ilyen kacskaringós, vagy ilyen nagy varga betűkkel telt volt ez az út, kérdezem azt, hogy nagy elégtétel érzést, egy olyan, ahogy mondani szoktam, megérkeztem feelinget tapasztaltál, vagy volt egy olyan, amikor úgy körbenéztél, és azt mondtad, azért megcsináltam. Hát még most se érzem ezt, persze. Nem mondd, hogy most se érzem. Ne, hát nem. Jó, nyilván ahhoz képest jobban meg vagyok érkezve, hogy így mondjam, mint azelőtt voltam. És ez megint egy aktuális dolog, tehát azért mostanában ugye megy az István a Király turné, ahol olyan kollégáimmal játszhatom együtt, akiket én mondom lemezekről csodáltam. Lásd, Feró, Varga Miki, Deák Bél Gyula. És ezek az emberek engem imádnak, szeretnek és elismernek. De még mindig nem tudok rájuk úgy tekinteni, persze barátaim, meg minden, meg együtt hülyeskedünk, de hogy benne még mindig a zsigereimben benne van az a fajta csodálat, meg az a fajta alázat, vagy nem tudom. Igen, talán ez, hogy iszonyú nagy szakmai alázat van bennem, meg betyárbecsület, meg igen, a munkának a súlya, meg az értéke, amit nyilván Erdélyből hozok, vagy legalábbis abból a fajta neveltetésből, és azért oda kiállni, például a tegnap is Veszprémben, mondjuk én nem tudom hányan lehettek, de hát 15 ezeren legalább, és hallgatva a közönséget, ahogy visít, meg örül, meg látni néhány szemet, mert ugye nem tudok, hogy igen, hogy azt érzem, hogy megcsináltam, és hogy nem véletlenül állok itt.
de még mindig nem tudsz 100%-ig önazonos lenni mondjuk egy magánbeszélgetés vagy egy próba folyamat keretében Varga Miklós és Deák Bill Gyula mellett. Tehát mindig benned van az, hogy úristen, a Deák Billel énekelek egy színpadon. Azért mondjuk nem, 100%-osan nem. Nem. De nem, de szerintem ez jó. Jó? Igen. Hát hallottam egy történetet, hogy például a presszernek nem merted megmondani, hogy megkérni vagy megpendíteni, hogy írna el neked egy lemezt vagy pár dalt, miközben később kérdődött, hogy a presszer abszolút fogadókésznek mutatkozott mindenre. És akkor elgondolkodtam azon, hogy Keresztes Ildikó nem tudom hány év után nem meri megkérdezni azt a presszer, legfeljebb azt mondja, hogy nem. Igen. Hogy pic. Ez tényleg így volt, és a Gerendás Péter mindig lehülyézett, és mondta, hogy de hát hívd föl. És akkor egyszer fölhívtam, nagyon nehezen, és tényleg nagyon fogadó képes volt, vagy láttam, hogy tetszik neki ez a dolog, holott azt mondják, hogy ő tényleg olyan, hogy teljesen elhatárolja magát. Be is invitált a rádióba, beszélgettünk is. Nyilván azt kellett volna, hogy még azért pici bácsira eltelefonál kétszer-háromszor, és én nem tettem meg. És nem azért nem tettem meg, nem azért nem tettem meg, mert én fú, milyen fennhordom az orromat, hanem mert egyszerűen, na megint a kis hitűségem, biztos nem akarja. De ezeket csak bánod, tehát ezek olyan lehetőségek. Hát persze, hogy bánom. De hát mit csinálják? Ez vagyok én. Biztos, hogy még nagyon sok mindent ilyen formán kihagytam az életemből, de sosem voltam sem könyöklős, sem... De igen, szégyeltem magam valahogy, hogy nem tudom ezt csinálni. Tehát magam érdekében én nem tudok senkire rátelefonálni, te nem tudnád segíteni, vagy nem tudnál odaszólni a, mit tudom én, Jóskának, hogy... Tehát nagyon-nagyon ritkán fordul ez elő, és nekem ez olyan tépelődés, hogy eljutok odáig, hogy akkor valami ilyesmit megtegyek. Nem tudom, másért inkább meg tudtam tenni. Nem tudom, mert például a mentorátjaimért sokkal jobban tudtam harcolni. Ha már Cserát és Zsuzsát említettük, én egyébként akkor hallottam rólad, olvastam rólad életem először, szerintem én még nagyon középiskolás lettem, megjelent egy cikk, és ahol Cserát és Zsuzsa, sőt, lehet, hogy általános iskolás voltam, az nagyon rég lett. Cserás és Zsuzsa téged nem akarta, még egy pályakezdő énekes voltál, és azt mondta, ja, hogy ő az utódom. Így jelent meg a cikk. Tehát Keresztes Ildikó az én utódom. Ő akkor volt a felfutásos korszaka Cserháti Zsuzsának. És épp ezért kérdezem azt, hogy az ő élete, fordulópontjai és balvégzetűsége neked milyen tanulságokkal szolgál a te életedre? Hát nekem mindenképpen, talán ezt már többször le is nyilatkoztam, én azt éreztem akkor, amikor ő elment, minthogyha nekem azt mondta volna, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, hogy te is olyan vagy, mint én, hogy bele akarsz halni a szakmádba, ne tedd, mert nem éri meg. Mintha én ezt hallottam volna. És emlékszem arra is, amikor felkértek énekelni a Csak szex és már semmi című filmbe, ugye az Boldogság gyere hazát. Először sírva fakadtam, és nem akartam elvállalni. Ráadásul én is életem eléggé mély pontján voltam akkor, és kértem 2 nap gondolkodási időt. És én nem vagyok túlságosan spirituális ember, tehát én hiszek a jó Istenbe, nyilván hiszek egy csomó mindenbe, de túl egyszerű vagyok hozzá, hogy én ezeket annyira érezzem. De abban a 2 napban, képzeld el, amíg gondolkodtam, bárhova bementem, legyen az egy étterem, legyen az benzinkút, legyen akár egy butik, ezeken a helyeken mindig szól rádió. Mindig megszólalt a Zsuzsa. Tehát valamelyik dala megszólalt. És kénytelen voltam észrevenni, vagy elgondolkodni azon, hogy miért van ez. És te jeleket éltél mindezek mögött? Igen, jeleket, és azt éreztem, hogy ezt ő küldi nekem, hogy azért énekeljem el ezt a dalt, mert különben oda fogják adni másnak. És mint ahogy azt mondta volna, hogy ő azt szeretné, ha ezt a dalt én énekelném el. És aztán hozott egy Voxcard díjat, meg óriási, óriási sikert. Pedig ez a dal hangilag nem egy nagy ívű dal, amire... éppen egy elénekelhetni bárki. Tehát, de van egy drámai ereje. Hogy nem ez a mondjuk a szakmám csúcsa, és az övé sem volt. De igen, valószínűleg, hogy meg tudtam tölteni egy csomó mindennel, ami megmagyarázhatatlan. És én tényleg nagyon jobban voltam vele, ami nem azt jelenti, hogy sűrűn találkoztunk. Talán életemben 5-6-szor, ha találkoztunk, de akkor azt gondolom, hogy olyan mély beszélgetéseink voltak, amilyet
nem igazán folytatott ő mással. Ő is egy elég makacs, önfejű ember volt, és igen, azt tudom, hogy engem nagyon szeretett, és azt is gondolom, hogy el is ismert szakmailag. És nekem ez mindennél többet ér. Mit tanultál tőle? Hát minden esetre az egy nagy tanulság, hogy hogyan bánunk az igazi értékeinkkel, mert ugye őt szinte alig ismertük. Amikor sikeres volt, fiatal és nagyon jól énekelt, valahogy úgy félre lett téve. Amikor már elvette, a legszebb éveit elvették tőle szakmailag, mondjuk egy olyan 20-ast, és utána visszaérkezett, én kérdeztem is tőle akkor, hogy de hát most itt van, hát most nem örülsz. És mintha valami olyasmit mondott volna, hogy igen, de egy kicsit késő van. És akkor azon nagyon-nagyon elkezdtem gondolkodni. Nem tudott neki már örülni? Nem tudom. Nem tudom. Ő is egy nyílt szívű és egy szókimondó teremtés volt? Hát eléggé. Igen. Te is valószínűleg, vagy, hogy ez is egy ilyen kapocs. Az nem nagy hátrány ezen a pályán? De. Hatalmas nagy hátrány. De, hátrány. Mérlegeled ma már például, hogy egy lemezkiadó vezetőjének, egy fejesnek, vagy bárkinek úgy mond, ahogy te azt gondolod, vagy tulajdonképpen úgy vagy vele, te ilyen vagy, kezd el, amit kezd, én megmondom a véleményem. Hát nyilván azért... Jaj, nagyon összetett a kérdés. Tehát azt egyet tudok mondani, vagy egyet tudok válaszolni erre, vagy az biztos, hogy nagyon a saját... nem is tudom, nem színvonal, nem ez a legjobb szó rá, nem igazán akarok engedni. Tehát kompromisszum képes vagyok a siker érdekében akkor, hogyha azt érzem, hogy az az ember, akivel szemben állok, az egy magas tudású ember, és hogy nem véletlenül próbál engem bizonyos dolgokról meggyőzni, és most hadd mondjak példát, hogy jobban értsed, hogyha mondjuk egy rendezővel dolgozol a színházba, és folyamatosan ütvág, de te azt az embert nagyra tartod, mert tudod, hogy azt akarja belőled a legjobbat hozza ki, lehet, hogy ezen a húzúton hozza ki, és folyamatosan végig fogjátok veszekedni a próbaidőszakot, akkor hagyom magamat. Ha én fel tudok rá nézni, és csodálom azért, amiért tud, akkor igen. De a mérce magasan van, gondolom. Igen. De ez a lázadás, ez miből fakadhat? Mi kell ellene menni mindig? Nem jobb néha kicsit kevésbé szabálytalannak lenni? Hát mondom, azért már sokat csiszolottam, tehát ez sok vadhajtásomat lenyesegették már az évek során, ezek azok a mazok. Tehát azért már nem vagyok, a saját magam ellensége már nem vagyok annyira, mint amennyire voltam. De akkor ezt mi táplálta? Ez a különállás. Ha azt mondod, hogy most már azért javultál, de régen... Ez a bele nem simulni készség. Hát nem tudom, talán a székely örmény mérem, a fene se tudja, nem tudom. Egyke volt, akkor is eléggé nagy szájú. Nem tudom, mert nem érzem jól magam. Van egy szint, ami alá semmilyen szempontból nem szeretnék menni, mert nem érezném jól magam, én szenvednék tőle a legjobban. Tehát én akkor vagyok jól, hogyha azt gondolom, hogy akkor valami jót csináltam, hogy letettem az asztalra valami értékeset. Aztán valahogy persze nem akarok megint nagyon patetikus lenni, de én azt gondolom, hogy a művésznek az a dolga, hogy alkosson. Tehát, hogyha egy festőművész sárgába látja a világot, akkor ő fessen sárgába. Tehát neki nem mondják meg, hogy de most a kék szín a divat. Tehát szerintem ilyen nincs. Ha ő úgy látja, akkor úgy fogja megfesteni a élete legjobb képeit. És majd erre lesz közönség. Lehet, hogy kicsi réteg. Nyilván akkor már az a gond, hogy abban a kicsi rétegben nem lehet megélni. Márpedig az ember, vagy legalábbis én szeretek jól élni. Nem ő se túl pazarló, azt gondolom, hogy normálisan élek, de szeretem jól érezni magamat a bőrömben, és szeretem megvenni azt a cipőt, vagy azt a táskát, hogyha, de nem eszement módon. Biztonságot, amire mondjuk vártál hosszú éveken keresztül? Nézd, én sose voltam egy pazar, általában gyűjtögetős típus voltam, ezt láttam a szüleimtől.
Tehát, hogy nem is voltak szerencsére olyan hobbiaim, tehát, hogy nem ájulok el, mert egy autó két keréken tud ma már menni, vagy hogy vegyek egy táskát csak azért 1 millió forintért, mert rá van írva egy monogram. Ezek igazán annyira nem érdekelnek. Persze, szeretem azért egy-két különleges dologgal meglepni magam. Mi neked a luxus, ami mondjuk a te életnívódban luxusnak számít? Nem tudom, luxus, ma már mi a luxus? Nagyon jó cipőt, vagy nem tudom, most csak a hasamra. Hát de az is meddig érdekel. Nyilván 20 évesen, ha fölvehettem volna egy Michael Kors cipőt, és megvettem, akkor biztos elájultam volna. Érted? Ma már nem ájulok el. Egyrészt van több is, ha nagyon akarom. Még vehetnék, ha akarnék. Nem, inkább, nem tudom, inkább jókat beszélgetni a barátaimmal, egy igazi jó bor mellett mondjuk, vagy jókat enni, utazni, sok mindent látni, persze ott kicsit elshoppingolni külföldön. Így, talán ezek. Van egy rendes autóm, van 4 kereke, megy, addig nem cserélem le, amíg jó. Tehát minek csak azért, hogy most elmondtass, hogy megveheti. Lehetné sokkal drágább autóm, nem érdekel. Inkább most, ami így nagyon érdekel, az, hogy már nyilván az édesanyám is öregszik, és szeretnék egy olyan ingatlant, amiben közösen tudnánk úgy élni, úgy minden estő. Nyilván külön elszeparáltán, de hogy ott legyen a közelemben. Tehát ne az legyen, hogy meg akarok enni egy jó húslevest, és akkor ki kell mennem Érdre, és közben meg nem érek rá, mert közben próba van. Inkább talán ez, hogy egy picit vissza szeretnék adni abból, amennyit én tőle kaptam, mert most már azt érzem, hogy lassan kezd az én gyerekem lenni az anyám. De ez azt gondolom, hogy ez egy ilyen körforgás, tehát... Ő nagy áldozatokat hozott, érted, ugye? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Igen. Tehát én sokszor veszekedtem is ezért vele, hogy lehet, hogy egy ember ennyire nem saját magát nézni, hanem a gyerekét tekinti. Tehát, hogy meg lehetett volna ezt úgy is csinálni, hogy ugyanúgy szeret engem persze, de egy kicsit önzőbb módon, tehát egy kicsit a saját életével is foglalkozik. És erre neked mi a megoldó kérdés? Tehát miért csinálta mindezt? Annyira szeretett, annyira elementárisan, hogy mindent alárendelt nem a te boldogságod? Nem tudom, ő ilyen, de nem csak velem ilyen. Tehát ő mindenkivel ilyen. Ő szoktam mondani, hogy ő ezt pejoratíve érti, azt szoktam mondani, hogy te annyira szolgalélek vagy, hogy az valami hihetetlen. Tehát nem is értem, hogy létezel. De őt csak ez motiválja, csak a szeretet és a segítő készség. Tehát ő ugyanúgy viselkedik, ha az utcán találkozik egy kisgyerekkel, vagy egy kutyával. Ő ilyen. Ilyen. Amikor átjöttetek Pestre, 82-be, ugye? Igen. Akkor én is határon túli vagyok, én felvidéki vagyok. Neked vagy nektek mi volt a fejetekben? Mert nekem 2003-ban, amikor átjöttem Magyarország, tehát az ígéret földje. Tehát ott minden a csoda. Ilyen ambícióid, vagy ilyen elvárásaid voltak? Ezt is már sokszor megkaptam, hogy menjek vissza a medvék közé, román menekült, gazdasági menekült. Na, hát itt szeretném elmondani, hogy nem voltunk gazdasági menekültek, 5 éves koromban elváltottak a szüleim, és sokáig apa nélkül nőttem fel, de hát nyilván ott volt a nagyapám, aki egy nagyon komoly pasi volt, és édesanyám megismerkedett, mert itt voltak rokonaink, megismerkedett egy emberrel, és 40 évesen férhez ment hozzá. És mivel én egyedüli kiskorú gyerekének számítottam, ezért nyilván nekem kötelességem volt anyámat követni, és én nem is akartam felülírni az ő döntését. Miközben persze kiérkeztünk, én is nekem, ez United States volt akkor, tehát azt gondoltam, hogy itt aztán fuá. És aztán kijöttem, és ez a csoda 4 napig tartott. Meg mi történt utána? Hát például attól, hogy például megkérdezték, hogy honnan tudok ilyen jól magyarul. Ebből nekem az jött le, hogy itt az emberek nem tanultak történelmet, vagy nem tudják, hogy most Erdély az hol van, meg mi van, meg egyáltalán. Többet tudtam a magyar zenekarokról, mint az itteni emberek. Többet tudtam az irodalom, a magyar irodalomról, mint az itteni emberek. Sokszor volt úgy, hogy azt érezted, hogy hagyod az egészet a francba és visszamész Marosvásárhelyre? Hát az első 4 évben sokszor bőgtem, persze, és írtam minden nap a barátaimnak, hogy megyek haza, és nem érdekel, hogy itt lehet csokoládét kapni és mindenféle dolgokat. De nyilván anyám azt szerette volna, hogyha már így alakult az élete, hogy akkor nekem több lehetőségem legyen. És ez így is volt? Ugyanezt nem kaptad volna meg ott, ugye? Biztos, hogy nem. Nekem is akkori
rendszerben, hát azt el sem tudtuk volna képzelni, hogy egyszer megdől a Ceausescu rendszer, és mondjuk szabad világ lesz ott is. Haza most hova mész? Tehát még azt mondod valahogy, hogy hazamegyek, az itt Zuglóban van, vagy Marosvásárhelyen? Hát ide is hazajövök, de oda is hazajövök. És egyre inkább megyek oda-haza. Gyakran jársz? Igen, amennyire tudok. Édesapám is családot alapított, hál' Istennek van egy olyan mostohanyám, hogy így mondjam, csúnya szóval, akit imádok, van egy 36 éves öcsém, tehát nagyon jó a kapcsolatom velük, és egyre inkább azt érzem, hogy nekem egyre jobb hazamenni. Tehát, hogy ott igazán magam tudok lenni, hogy elengedek, kimegy belőlem a stressz, szeretek bolyongani egyedül az utcán, tök jó, hogy ülök mondjuk a Bolyai utcán egy kávézóba, és mondjuk oda olyan idős házas pár, és azt kell, hogy nem akar zavarni, csak hadd öleljen meg. Nagyon szeretnek ott téged, nem? Igen, azt gondolom. De biztos vannak ott is irigyeim, akik mindenféleget mondogatnak rám, de az emberek zöme igen. Tehát valahol ilyen, nem is az, hogy remény vagyok nekik, hanem talán azért is büszkék rám, hogy na, egy onnan jövő ember megmutatta és letett valamit igaz. Az asztalra. Épp ezért kérdezem, hogy amikor téged Erdélyben egy koncerten kifügyültek az ottaniak, abba te belehaltál? Bele. Láttam egy felvételt a videó megosztó portálon, az hát még külső szemlélőként is elképesztő. Az egy nagyon, hogy milyen érdekes az emberiség, erről megint csak az jut eszembe, hogy igen, kenyeret és cirkuszt az embereknek, hogy akkor rögtön elfelejtik, hogy te ki vagy. Ugyanis az történt, hogy volt egy erdélyi versenyző az X-faktorban, akit én kiejtettem. És mai napig kikerem magamnak, mert azt gondolom, hogy tök igazságos vagyok, és nem azért fogok bent hagyni valakit, csak mert erdélyi. És ráadásul ott én dönthettem, hogy kivel szeretnék tovább dolgozni. Tehát én úgy gondoltam, hogy ez ebben a fiúban tehetséges, persze, én el is mondtam neki, hogy jól énekel, meg mindent elmondtam, de nem hittem benne. Miért kellett volna beválasztanom? Azt gondolom mai napig, hogyha neki az a pályája, akkor ezt meg fogja csinálni, ha nem, akkor nem. És ezért én meglettem bélyegezve, kilettem kiáltva a hazaárulótól kezdve a mindennek, de aztán jött a következő X-faktor, ahol szintén volt egy erdélyi fiú, Baric Gergő, akiben abszolút hittem, és az nekem egy nagyon nagy elégtétel volt, hogy a Gergő elment a dobogó harmadik fokáig. Mert én azt gondoltam, hogy igen. És az embernek igenis el kell viselni a sikertelenséget is. És el kell fogadni azt, mint hogy én is elfogadtam annak idején, amikor mondjuk a színművészeti főiskolára való felvételimnél a harmadik rostán kirúgtak, és azt mondták, hogy maga már kész van, akkor én sem borítottam a katedrát a rektor fejére, hogy képzeli, pedig én olyan tehetséges vagyok. Jó, azért tehát más a kettő más, amikor azt mondja a felvételi bizottság valakinek, hogy maga már kész van, itt nem nagyon tudunk magának mit tanítani, tudomásra szerint ezt mondták, az más. Jó, de akkor én meg azt mondanám, hogy tessék akkor már aláírni ezt a diplomát és a kezembe adni, mert akkor, na, akkor azt úgy elhiszem. De hogy nem, igen, nem viselkedett szépen ez az ember, és nem is... Ő hergelte ellened a közönséget, az igaz? Hát nézd, nagyon sok minden csúnya pletykát hallottam, hogy aztán ezekről igazán nem akarok beszélni, hogy ezek megtörténtek-e vagy nem. Minden esetre valóban megtörtént ez a kifütyülés. Persze utána jöttek nyilatkozni emberek, meg újságcikkek voltak, meg minden, hogy szégyeljék magukat a marosvásárhelyek, meg blablabla, meg mit tudom én, hogy azért mennyi mindent letettem az asztalra, és minden egyes interjúba ha bántanak itt, hanem elmondom, hogy honnan jöttem, miért jöttem, és milyen büszke vagyok, és nem tudom mi. Nem azért mondom el, mert szépen akarok viselkedni, azért mondom el, én ezt így gondolom. Akkor neked ott bele kellett, hogy hasadjon a szíved. Hát meg is haltam akkor 3 napig, azt mondtam, na az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy én soha többet nem megyek haza. Így eldöntötted, hogy te ott nem fogsz többet énekelni? Igen, akkor nagyon-nagyon fájt, és képzeld el, mit érezhetett át az apám a helyszínen például. De aztán eltelt egy pár, nyilván nem tudtam megtenni, nem megyek többet haza, ez is minden csoda 3 napig tart, és utána rá egy pár évre a Kultúrpalotában volt egy önálló koncertem, ahol kvázi elégtételt kaptam mindenért. Hát ott siker volt. Én így szoktam bosszút állni, hogy én megcsinálom azt, amit én gondolok, és akkor csak így visszatok mosolyogni egyet. És akkor ez az én bosszú. Nagyvonalúan. És akkor, igen. És akkor pont ott volt vendég megint a Baric Gergő, és ő mondta, hogy na, látod, tessék, itt van. Most megkaptad azt, amit... És felálltak, és 10 percig álló taps volt. Akkor azért az elégtétel volt, nem akármilyen. Nagyon, 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 nagyon jól esett, és nem tudnám megtagadni soha Vásárhelyt. Tehát hiába mondtam akkor, hogy soha többet nem megyek haza. Nem tudnám megtenni.
én halnék bele először. Figyeltelek az X-faktor majd minden részében és minden szériában, és olyan jól bántál ezekkel a fiatal emberekkel, hogy az jutott eszembe, hogy ha egy ember ilyen jó pedagógiai érzékkel és szeretettel jár a fiatalokkal szemben, akkor hogyan nem lett, hogy nem akart saját gyereket? Hát most mondhatnám azt, hogy intelligens emberek nem kérdezik meg a másikat, hogy milyen a nemi hovatartozása, milyen a vallása, milyen politikai nézeteket val, és miért van gyereke, vagy miért nincs gyereke. De szívesen válaszolok neked. Ezt többször is elmondtuk egyébként. Hogy miért kéne ez egy kötelező penzum legyen bárki számára is? Nem kötelező. Tehát én azt gondolom, hogyha mi szerettünk volna a gyereket, akkor lett volna a gyerekünk. Ez a projekt sem a férjemet, sem engem nem igazán izgatott. Nem tudom. És nem azért, mert karrieristák voltunk, egyszerűen talán inkább a feladattól féltünk. Tehát én olyan dolgokat szeretek elvállalni, amiket szívvel, lélekkel meg tudok csinálni. Ami nem azt jelenti, hogy lett volna egy gyerekem, akkor nem szívvel, lélekkel csinálom, csak én szerintem nem lettem volna jó anya. Aggódtam volna az agyamat. Ja, szét aggódtam volna, érted? Nem engedtem volna el sehova, hogy baja legyen. Hát én tudom, hogy mit művelek a kutyámmal. Hát az ember tudnék ölni, ha bántja valaki. Tehát jó, nyilván képletesen. Nem tudom, nem éreztem azt a vágyat, vagy nem éreztem azt a hiányt, hogy nem mondom, most már biztos nagyon bírnám egy 25 éves vízilabdás gyerekei mennék karonfogva, és mondanám, hogy az új pasim, nem a fiam. De nem. Aztán mi akkor összeházasodtunk, akkor volt egy ilyen két évünk, amikor szerettünk volna, nem jött össze, és aztán úgy rájöttünk, hogy tulajdonképpen én mindent a jó Istenre bízok. Ilyen fatalista vagy? Nincsenek véletlenek. Uh-huh. Nincsenek véletlenek. Tehát ha akarta volna a jó Isten, akkor biztos, hogy Igen. Igen, de mondom, nem mindenkinek ez az élet feladata. Tehát lehet, hogy valaki... Egyszer egy interjúban tőlem is megkérdezték, hogy nem hoztál túl sok áldozatot azért, amiért most ott tartasz, ahol tartasz, mondjuk szakmailag, vagy egyáltalán az életed. És mondtam, mi az, hogy mondjuk... Mi lett volna az áldozat? Hogy én nem edzésre járok akkor, amikor a barátaim moziba, meg már fiúznak 8. korukba? Tehát mert akkor azt gondolom, hogy ez nem áldozat. Vagy például az az anya, aki felnevelő gyereke, de mondjuk lett volna egy olyan vágy, hogy szeretett volna más is élni az élet. Az is egyfajta áldozat. Hogy ő ezt csinálta, meghozta azt az áldozatot, hogy akkor nincs, mert azért sok barátnőm van nekem is, gyerekesek, meg nem gyerekesek, még sok mindenkivel beszélgetsz, és akkor olyankor azért elmondanak sok mindent. Vagy mondjuk egy olimpikon, aki feláll a dobogóra, hát mennyi áldozatot hozott azért, hogy ő ott állhasson? Nem mehetett vedelni a haverokkal, mert neki edzésre kellett menni, meg edzőtáborba, meg odafigyelni, mit teszik, hogyan eszik, stb. Az is egy áldozat, de én szerintem áldozat nélkül nincsen eredmény. Attól függ, hogy az ember milyen eredményt szeretne, vagy mi a célja az életben. Tehát, hogy én javasolnám az emberiségnek, hogy ne, főleg a magyar embereknek, mert iszonyú ítélkezőek vagyunk, hogy ne ítélkezzünk. Tehát mindenkinek más az útja, másban boldog, más szeretne. Tehát, hogy miért próbálunk ráhúzni ilyen általunk kitalált hülye társadalmi elvárásokat? Nem, tehát éljen mindenki szabadon. Nyilván most nem azt mondom, hogy egy sorozatgyilkos lövöldözön szabadon, ha neki ez a hobbi, és öljön embereket. Nyilván, hogyha valaki 5 gyereket szeretne szülni, és abban teljesedik ki, akkor azt csinálja. Ha valaki szakmailag akar elérni valamit, ha valaki, mit tudom én, nem tudom miről álmodik, azt csinálja, mert akkor így lesznek boldog emberek, és ettől a mi társadalmunk is sokkal boldogabb lesz, meg sokkal nyitottabb. És hogy mondom, ne ítélkezzünk, mert egyik ember mögött se tudjuk, hogy milyen út van. Abszolút egyetlen. Én nem szoktam ilyeneket tenni. Lehet, hogy 20 éves koromban még én is könnyenben oda mondtam dolgokat, de hogy én már sokkal elfogadóbb vagyok ilyen szempontból. És szeretnék magam körül elégedett, boldog embereket látni, még akkor is, hogyha mindenkinek megvan a gondja. Hát nyilván a Dallasban a milliómosnak is megvan a saját gondja, miért gyötrödik és a depressziós, pedig az én szemszögömben mondhatnám, na ennek aztán mi baja van. Megvan, higgyük el, hogy megvan annak is a baja. De ugyan megvan annak is, aki minden nap azon gondolkozik, hogy hogyan tegye össze, hogy vegyen kenyeret meg tejet. Én nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott. Talán az álmaimat a történések túl is szárnyalták.
amit én mondjuk kisgyerekénkkel a Kossuth-Lajos utca 69-ben próbáltam megálmodni. Egyet biztos tudtam akkor is már, hogy nem szeretnék, mindenképpen színpadon képzeltem el az életemet, lehet, hogy akkor sem mondtam ki, csak úgy magamnak belül, és nem tudtam volna elképzelni hétköznapi normális életet. Tehát azt a fajta életet, hogy kikerülök a gimnáziumból, akkor mit tudom, elhelyezkedek egy munkahelyen, akkor mit tudom én, majd jön egy pasi, majd elvesz feleségem, majd szülök két gyereket, és akkor majd nevelgetjük őket, és akkor nyáron elmegyünk a Balcsira, télen meg elmegyünk síelni, és akkor, tehát így nem tudtam volna elképzelni az életemet. Nekem elképzelhetetlen. Mm. Nem akarok jelzőket használni, unalmas, nem tudom. Nekem én így szocializálódtam, ahogy most is úgy élek, mint egy hippi tulajdonképpen. Igen? Igen. Szabadon? Igen. Igen. Igen, szabadon, ami nem azt jelenti, hogy nincs az agyam a helyén, és nincsenek bizonyos korlátok, amiket én magamnak állítottam föl, és nem hágom át őket. Tehát azért azt gondolom, elég normális értékítéletem van mindenféle szempontból. Szoktam mondani, én vagyok a tisztességes gazember kategória. Ez jó. Miután van egy másik területe is az életednek az éneklésen kívül, ahol sikereket érsz el most már évek óta, viszont az kvázi egy talált szakma, Mikó Istvánnak köszönhetően találtad magad prózai és színházi színpadokon. Ezért is kérdezem, hogy te milyen színésznőnek tartod magad? A saját magad elég szigorú értékítélete alapján. Igen. Hát olyan elmegy közepes. Elmegy közepes? Hát igen. Hát én ilyennek tartom magam. Vannak, akik ennél sokkal jobbnak tartanak. És ezek nem rajongók, hanem szakmabéliek. És mi De valahogy nem merem elhinni. Nem merem elhinni. Nem tudom. Mit látsz nem te tudom. Hibádnak például, amit mondjuk Mikóék vagy Szinetár, őtőle is úgy tudom, hogy hozol magadban egy fontos mondatot, nem mint Szinetár Miklóstól, amit te nem akarsz elhinni, ők viszont látnak beléd, és ezt el is mondják, hogy benned van. Hát ilyen, Szinetár egyszer mondta, hogy én nem is tudtam, hogy maga ekkora bohóc keresztes. És igen, én nem gondolom magamról, hogy jó kómika vagyok, állítólag vagyok, igen. Nyilván van egy óriási nagy, mély drámai erő is bennem. De hát nyilván én is azt mondom, amikor látok olyan színésznőket, akikre én felnézek, akik mindig az, úristen, én hogy játszom színházban, amikor ilyen színésznő? Kinek ez a művész? A te szemedben. A nagybetűs művész. Hát nem tudom, nagyon sok van. Rengeteg színész van, rengeteg énekes van. Mondjuk egy Törőcsik Mari, tehát ez a kaliber, akire azt mondod, hogy te jó Isten? Hát igen, mondjuk egy Básti, egy Udvaros, egy Eszenyi, egy Kerekes Éva. Ilyenkor mindig, mikor kell mondani valamit, akkor sose jut eszembe. Ha hazamegyek, biztos fel tudnék csinálni. Mondjuk egy Tina Turner, nekem ő a mindenem. Tehát én mondjuk Janis Joplinon keltem és feküdtem anno, amikor komolyabban vettem ezt a dolgot. Aztán persze vannak újak is, de... De mondjuk a nagybetűs színész cég, ami... Hogy kell ezt finoman mondani? Tehát Magyarországon szerintem majdnem minden cégre vagy szakmára, leginkább a belterjesség és az irigység a jellemző. Hogy fogadtak egy énekesnőt kollégaként, adott esetben prózai szerepekkel kikövezett? Hát először a jó indulatú kolléganők úgy fogadtak, hogy ez mit keres itt, menjen vissza énekelni. Mi sem megyünk énekelni helyette. Hát persze, megkaptam. De aztán érdekes módon, hogy én ilyenkor nem vágtam vissza, hanem úgy csináltam a dolgomat, vagy próbáltam tenni a dolgomat, és akkor nyugodtam meg, amikor azt éreztem, hogy jó, hát egyszer véletlenül lehet kapni egy szerepet, mert mondjuk valaki gondol beléd valamit, de aztán kiderül, hogy mégse, mert van ilyen, ugye? Mikor megkaptam Mikó Istvántól az első szerepemet, akkor próbáltam megcsinálni, próbáltam neki megfelelni elsősorban, hogy nehogy szégyent valljon velem. Tehát nem magammal foglalkoztam akkor sem. Aztán, amikor már véletlenül megkaptam már 10. főszerepemet is, akkor már elgondolkodtam, hogy hát, akkor csak nem lehet véletlenül, de még mindig kételkedtem magamban, hogy még mindig. De hogy gondolj, hogy külön-külön elhiszem, egybe gyanús. Igen. Igen. És aztán az volt az érdekes, hogy amikor azok a kolléganőim, akiktől aztán a legjobban tartottam, meg a legnagyobb pofájúak voltak, hogy így mondjam, meg jó, nagyon jó színésznek tartottam őket, hogy valahogy így elkezdtek a barátnőim lenni. Tehát, hogy nem kell az embernek magát hasonlítani a másikhoz, hiszen attól jó, hogy egy Céline Dion van, és nincs belőle 10. Bár ez a mai trend folyamatosan azt súlykolja, hogy legyen mindenki szép egyforma és szép. Ezért szoktam mérges lenni az ilyen
ilyen zenés adásokra, és amikor végignézel egy mai zenés műsort, akkor azt látod, hogy a 30. dal után mindig azt hiszed, hogy ugyanazt a dal hallgatod, és ugyanazt a nőt látod, mert ugyanúgy néz ki mindegyik. Régen azért nem tudtál összetéveszteni egy Tina Turnert, egy AC/DC-vel, vagy az AC/DC-t a Bon Jovival, vagy a Bon Jovit az Aerosmith-szel, tehát hogy annyira, vagy egy Queen-nel, tehát annyira eklatáns egyéniségek voltak, és én azt gondolom, hogy a művészet az pont erről szól. Hát, más legyél, mint a többi. Hogy összekeverjenek, nem? Nem tudom, hát hangszínileg már kevertek össze. Kivel? Hát a Kovács Katival például. Most is találkoztam egy Hakniba Katival, és mondta, hogy tudod, hogy sokan összekeverik a hangunkat? És mondom, persze tudom. Igen. Hogy mondtad, egészen, mert félig, semmit nem tudok, ez az egyik. Igen. Sőt, dalok. Nem is akarok. Nem is akarsz. Igen. Tehát vagy nagyon csinálok vagy valamit, vagy sehogy. Most már azért puhultam. Az évek során azért sokat puhultam. Hát én azt kívánom, hogy azért annyira ne puhulj túl, mert szerintem helye van a magyar meglehetősen egyen gúnyájó emberek között valakire, aki kellően karcos, konok és szabálytalan, és tudja, hogy mit akar. Köszönöm, hogy láttam. Hát én köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt Keresztes Ildikó arcképe, tartsanak velünk a jövő héten is, mi itt leszünk. Egyszer, mint boldog új évet kívánok mindnyájuknak. Vigyázzanak magukra!